A Csanádpalotai önkormányzat összeállított egy tervet intézményeire vonatkozóan, amelyben meghatározták a rövid és hosszú távú megoldási lehetőségeket. Előbbivel kapcsolatban elmondható, hogy általánosságban az épületek nem használt helyiségeiben temperáló, tehát szintfenntartó fűtés igyekeznek tartani, és mindenhol el szeretnék végezni a padlásszigetelést, hiszen itt is rengeteg energia vész el. Ez vonatkozik többek között a bölcsödére, az óvodára, az iskolára és az idősek gondozóházára. Orvosi rendelőbe egy szilárd tüzelésű kazánt állítanak be. Néhány esetben megoldható volt, hogy épületeket zárjanak be, és a szolgáltatásokat átköltöztessék új helyre. A nappali ellátást nyújtó idősek napközi otthona alkalmas volt ezek befogadására. Ez az az egyedüli épület, aki megfelel a takarékossági intézményeknek, tehát itt fogyasztás jelenleg 1900 watt történik visszatelme, és még 3220. A fűtési módszer természetesen hőszivattyú, tehát el, aki megfelel az előírásoknak, és úgy gondoltuk, hogy ebbe a épületbe helyezzük el a művelődésháznak a dolgozóit, a könyvtár dolgozóit, illetve a családsegítő dolgozóit, tehát ezt a három intézményt ideiglenesen bezárjuk. A művelődési ház nagy valószínűséggel egy felújításon fog átesni, így annak működése ebből kifolyólag is szünetel. A városháza épülete kétszintes és nagy belmagassággal rendelkezik, így itt is átcsoportosításokat végeztek, a felső szint egyharmadát lezárták, az apparátus a fennmaradó részben végzi tovább tevékenységét. Perneki László hozzátette, ha szükséges, akkor a munkarend megváltoztatását is felvették a lehetőségek közé. A tornacsarnok ügyében is folyamatos az egyeztetés a tankerülettel, hogy hogyan lehet gazdaságosan üzemeltetni a létesítményt. A polgármester hangsúlyozta, a hosszú távú megoldást szinte minden esetben hőszivattyúk beszerelésében látja az önkormányzat, de van olyan épület is, ahol a napelemek többlettermelése miatt hűtő-fűtő klímák beszerelésén gondolkoznak. A városvezetés a lakosok megsegítésére is kidolgozott egy tervet. Van egy olyan adottságunk, hogy több mint 300 darab üres lakás van, településen. Ezeken a területeken utcán, udvaron, kertben, fák, sövények, bokrok nőtek több év alatt. Ezeknek a kivágására készülünk, és van egy gajaprító gépünk, azzal a gajat is összedaráljuk, és ezzel próbálnak a lakosságnak segíteni a fűtésanyagnak ellátásába. Ez mellett még be van adva egy pályázatunk lágy lombos tüzelőre, ami 387 köbméter fát jelent. Ez körülbelül november közepén végefele kapjuk meg, és még ebben az évben szeretnénk szétosztani. A polgármester hozzátette, a közvilágítási rendszert a közelmúltban ledes égőtestek beszerelésével modernizálták. Az ezáltal generált megtakarítás mértékét azonban még nem tudták érdemben kiértékelni. Pozitívum, hogy az elektromos áram tekintetében 2024. december 31-éig egy aránylag kedvező szerződése van életben a városnak.